Kedves fiatalok, sziasztok! Nagy öröm számomra, hogy itt vagyok mai napon veletek. És mai napon egy nagyon nagy esemény van számomra, az édesanyák napja és a nagymamák napja. És mi szeretnénk mindenképpen ünnepelni ezt a nagy alkalmat. Mert édesanyának nagy szerepe van az életünkben. És hogyan fogjunk megköszönteni az édesanyát? Amikor édesanyáról gondoljunk, hogy én biztos vagyok abban, hogy nektek ugyanaz a tapasztalat volt, mint egy fiú, aki egyszer azt mondta, hogy felkelt reggel, és elkezdte keresni édesanyját. És édesanyjához ment, és megkérdezte tőle, hogy hol van a fogkrém. Egy idő után megint, hol van a nadrágom, hol van az én ingem, és így tudszol. És egyszer összefutott az édesapával is. És édesapával csak egyetlen egy kérdéssel fordult. Hol van édesanyám? Szerintem az történt mindenkinek életében. Mert mi szoktunk keresni annyi sokszor édesanyját és senki mást a mi életünkben. És mai napon számunkra annyira fontos egy ajándékot készíteni édesanyának. És milyen ajándékot lehet adni az édesanyának? Mondjuk lehet adni egy ölelést, egy csokkot, egy valamit lehet vásárolni a boltból. Én úgy gondolom, hogy ezek nem igazán mutatja a szeretetét az édesanyám felé. Nekünk adni kell valami, ami nem lehet vásárolni pénzzel. Valami, ami túl a hétköznapi dolgoknak. Azért hoztam nektek valamit. Ennek az a neve, én úgy szeretnék hívni ezt kegyelem kerék. Miért az kegyelem kerék? Mert az egy ajándék, ami lehet adni az édesanyának. És ez a kerék több részből is áll. Például itt az ki van írva egyik részben, segítek takarítani. Rendet rakok az udvaron vagy szobámban. Csendben játszom, hogy te dolgozhass. Egyedül megírom a házi feladatokat. Segítek a nihában, bármit kérhetsz. Ma én mosogatok. Ma én porszívózok. Én untúszom a virágokat, csak szólja, mikor kell. Este elkészítem a vacsorát, csak add le a rendelést. Szendvicsben jó vagyok. És az a kegyelem kerék. És közepén van itt valami. Drága anyukám, pörges, egyet én teljesítem. Szerintem egy tollat, vagy egy szeruszát lehet használni. És anyukám fog pörgetni ezt. És aztán ahol van a hegy is, azt lehet megvalósítani. Ez a kegyelem kerék nem csak mai napra szól, hanem minden nap. Legalább hetente egyszer mi tudjuk használni ezt a kegyelem keréket, akkor igaz szeretetét lehet mutatni az édesanyjánk felé. És jó lenne készíteni egy kegyelem keréket az édesanyámnak. Az miért kegyelem keréket? Lehet hívni azt egy szeretet keréknek is. Mert amikor az angyalok oda mentek a Szuszanyához, Szuszanya az anyánk, egyháznak az anyja, Jézusnak az anyja, és az angyalok, amikor oda ment a Szuszanyához,
akar, mondd el neki, hogy te kegyelemmel teljes vagy. Az azt jelenti, hogy minden, amit Susanna tette, az annyira jó volt, és Istentől kapta kegyelmét. Ha mi is tudjunk szívunkból, lelkünkből megtisztelni a mi édesanyánkat, mi is fogunk kapni az Istentől áldását és kegyelmét. Egy végén egy kis történetet szeretném elmondani nektek. Már tudjátok valamit a Piu, a tizedik Pius pápáról. Pius pápa, amikor a kisgyerek volt, azt hívták őt Giuseppe. Szegény gyerek volt, szegény család, körülmények nagyon nehéz. De úgy alakult életét, hogy végén ott választották pápának. Választás után egyszer találkozik az édesanyával. És mutatta édesanyjának a pápai gyűrűt. Tudod, pápai gyűrűnek nagy jelentése van, az egy nagy szimbólum, és édesanyjának szerényen mutatta, hogy itt van az egy gyűrű, egy pápai gyűrű van nekem, is mutatta alázatosan. Amikor miután megcsakolta ezt a gyűrűt, édesanyja mutatta neki egy másik gyűrűt, amit édesanyja kapta, amikor volt neki a esküvője a templomban. És esküvői gyűrűjét mutatta neki, és csak annyit mondta neki, hogy ez a gyűrű nélkül, az a gyűrű nélkül nem tiéd lett volna ezt a pápai gyűrű. Kedves fiatalok, ez a kis szép történetet mutatja számunkra, hogy ha nekünk egy sikertörténete van, ennek mögötte egy anyánk van, egy anya ott van, az a mi édesanyánk. És mi mennyi anyánk is ott van, Szusz Mária is együtt van velünk. És amikor mai napon ünnepeljük édesanyja napját, édesanyánkra megemlékezünk, ünnepeljünk. Készítsük egy nagyon szép kegyelemkeréket, szeretetkeréket, és így mutassunk édesanyjának minden nap a mi szeretetünk, a mi szeretetünket. És akkor mi is fogunk hallani az angyaloktól egy nagyon szép szavakat. Te is kegyelemmel teljes vagy. Köszönöm szépen!